Idén a Kodály és a Tóvárosi Általános Iskola lesz a kedvezményezettje a képes programnak. 20 székesfehérvári cég áll már a több mint 10 éves, országosan is egyedülálló kezdeményezés mellett. Idén összesen 45 millió forintot fordítanak az iskolák támogatására. Ennek egy jelentős részét a vállalatok finanszírozzák, egy másik részét az önkormányzat és a Városgondnokság, illetve az Alba Innovár pedig az, amelyik az udvar felújítását, illetve az okostanterem kialakítását el fogja végezni. Az okostanteremnél fontos elmondani, hogy ez nem csak eszközvásárlást, vagy nem csak egy tanterem speciális kialakítását jelenti, hanem egy módszertant, egy programot, tanárok, pedagógusoknak a továbbképzését, és nem informatika órákat, hanem minden órának egy ilyen speciális digitális térben való megjelenítését. Az idei évben a program házigazdája a Grundfos, akik a támogatás mellett ezében a projektek koordinációjával is segítik a programot. Éreztük ennek a súlyát, jelentőségét, fontosságát Fehérváron, és most már egy évek után eljött az idő, hogy mi is úgy gondoltuk, hogy még aktívabban szeretnénk ebben részt venni. Számunkra fontos a társadalmi megjelenés, fontos az, hogy megjelenjünk a város életében, nem mint munkáltató, hanem mint segítő is. Igazából ez volt a motiváció, amit elindultunk ebbe az irányba. Az akció keretében idén nyáron közel 30 millió forintból újulhat meg a Tóvárosi Általános Iskola udvara. Padokat, pingpongasztalokat, labdafogóhálókat kap az iskola, de közel 100 cserjét és fát is ültetnek majd az intézmény udvarára, és egy kültéri tantermet is megépítenek majd a Tóvárosi udvarán. Az 50-es jubileumot üljük majd a következő tanévben, és ezek az udvar felújítási munkálatok pont addigra lesznek készen, tehát a gyerekeknek ezt így adhatjuk át a legnagyobb ajándékul. A másik kedvezményezett iskolában 15 millió forintból egy okostantermet létesítenek majd a következő időszakban, ami a Kodályban a természettudományos képzéseket is segíti majd a jövőben.